Gacsáj. Gacsáj falu nevét írásos alakban 1263-ban találjuk először az oklevelekben. Német eredetű személynévből származik, Gottschall. Jelentése Isten szolgája. A falu egykor a Gutkeled nemzetségbeli gacsáji családé volt. Az 1332-1336-37 között készült pápai tizedjegyzék az ugocsai főesperességhez tartozó templomként említi a gacsáit. A templom egyik érdekessége, hogy több, jól elkülöníthető építési periódusra bontható. Az első templomépítési ideje a 14. század eleje. Ebből az időből csupán a torony és a hajó nyugati falának északi szakasza maradt meg. A torony hatszintes, főpárkányig emelkedő első három szintje négyzet alaprajzú, feljebb azonban 8 szög alakúba megy át. A nyugati falban nyílik a csúcsíves záródású kapuzat. Az első templomnak a hajójához kelet felől egyenes záródású szentély kapcsolódott, a hajó és a szentély sarkait pedig átlós irányú támpillérekkel erősítették meg. A 16. század második felében, a második építési szakaszban a torony és a nyugati hajófal egy részének kivételével az akkor már romos régi épületet elbontották, és a helyén egy új, a korábbinál hosszabb és szélesebb templomot emeltek. A toronyhoz kapcsolódóan új hajót építettek, melynek keleti végéhez egy diadalívvel elválasztott, gótikus boltozattal ellátott szentélyt toldottak. A szentély, valamint a hajó nyugati sarkait támpillérekkel erősítették meg. 1717-ben tatár csapatok dúlták fel a megye településeit, köztük Csenger Simát és Gacsájt is. A súlyosan sérült templom szó szerinti újjáépítése 1734-ben kezdődött, és csak 1759-ben tudták befejezni. Ez volt a harmadik építési periódusa a templomnak. Az ekkor kialakult állapotot dokumentálják Rómer Flóris 1864-ben készült jegyzetei és vázlatai, illetve Schulz Ferenc 1868-ban készített rajzai is. 1902-ben kezdődött el, és 1911 végén fejeződött be a templom építésének negyedik szakasza. A nagy felújítási munkát a Forster Gyula által vezetett Műemlék Országos Bizottsága végezte. A mai templom ennek a felújításnak az állapotát mutatja. 2013 és 2014 között zajlott le a templom legfrissebb helyreállítása. A korábbi átépítések következtében a középkori építészet történeti részletek bemutatására csak korlátozottan nyílt lehetőség. Az egykori középkori arányok visszaállítása érdekében fölmagasított falkoronára került az újjáépített tetőzet. A munka során minden részletében megújult a torony és a hajó. A templom új téglaburkolatot kapott, amelyet a nyugati karzat alatt az eredeti középkori szintre süllyesztettek, a hajóban pedig a burkolatban vannak jelezve a régi templom alapfalai. A belső falfelületek vakolatát úgy képezték ki, hogy azok mutassák az építés történeti periódusokat. A déli falon lehetőség nyílt a nyugati gótikus ablak rekonstrukciójára, a szentélyt pedig a késő gótikus szentségház ékesíti. A falakba másodlagosan beépített, faragott középkori kövek teljes kibontására nem volt lehetőség. Néhány kibontott követ a karzat alatt állítottak ki. A templom eredetileg 172 táblából álló festett kazettás deszka mennyezete 1759-ben készült. Amit most Gacsájban látunk, az csupán töredéke egy hatalmas mennyezetnek. 172 táblájával a környék legnagyobb mennyezete volt. A fa mennyezetet az 1902 és 1911 közötti helyreállítás csak részben tudta megtartani. A kazetták ornamentális motívumai még az itáliai reneszánsz hatását őrzik. A 20. század eleji felújításkor a megőrzött kazettákat a templom új mennyezetére erősítették. Az épület mai bemutatásakor az egykori fa mennyezet jelzésére új, mai fa mennyezet készült, amely befogadja az egykori, még restaurálandó festett kazettákat is.